Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntele kedves lelki gyakorlatozó, a zarándok. ma nagyböjti ráhangoló sorozatában, innen a Murakeresztúr és Szent kereszt felmagasztalása templomból. Murakeresztúr, keresztúr település, talán mondhatnánk azt is az a település, ahol a kereszt az Úr, Krisztus úr, nagyon jó hogy ilyen településen szolgálhatok. Nagy öröm számomra. Lelkipászori szempontom, hogy arra vezessem a híveket, hogy mindannyiunk életében Krisztus legyen az Úr, a megfeszített, de aki értünk feltámadt. Nagybőjt első vasárnapja van, az evangéliumot Szent Márk könyvéből olvasom. Abban az időben a lélek kivitte Jézust a pusztába, 40 napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát, betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. A Szent január 21-én az Urangyal imádság után meghirdettem az imádság évét. Ez az éve egy nagy lelki felkészülés a 2025-ös jubileumi évre. Mi ebben a sorozatban, ezen a héten az imádság szempontjából próbáljuk megközelíteni a napi evangéliumi szakaszokat. Azt olvastuk, a lélek kivitte Jézust a pusztába. A lélek, a szent lélek mindig Isten kapcsolatba visz bennünket. Kivülálló úgy gondolja, hogy Jézus a pusztában van. Egyedül van. Sehol semmi, csak a nagy csend, a sivatag. De Jézus egy mélységbe ment, a lélek egy mélységbe vitte, az imádságnak a mélységébe. És itt elsősorban, amikor imádságról beszélünk, ne arra gondoljunk, hogy hány mi atyánk, hány üdvözlégy, hány zsoltár, hány ájtatosság, hány ima kilenced, hanem az imádság az Isten jelenlétében való lét. Belehelyezkedés, Isten jelenlétébe. Amikor a lélek kiviszi Jézust a posztába, akkor egy nagyon mély Isten kapcsolatba, atyával való kapcsolatba viszi őt bele. A mi imádságainknak is egyetlen célja lehet, minél mélyebb kapcsolat és találkozás Istennel. A nagybőjtnek is ez a célja, fölkészíteni lelkünket, a feltámad Krisztussal való találkozásra. De ez a találkozás a kereszt útján visz keresztül. A kereszt az, ami bennünket be tud vezetni a feltámad Krisztussal való kapcsolatba, találkozásba. A kereszt az, ami mutatja számunkra Isten szeretetét, ennyire szeret minket az Isten. Istennel való találkozás, az imádság, kapcsolat. Persze mindenki a maga szintjén tud imádkozni, a maga szintjén tud Istennel kapcsolatba kerülni. Minden hasonlat itt egy picit, de azért megpróbálom érzékeltetni a gyerekeknek, így szoktam mondani az imádság lényegét, és az, hogy mindegyikünk a maga módján találkozik Istennel, hogy olyan az imádság, mint egy nagy családi ünnepség. Képzeljünk el egy lakást, megterítve az ünnepi asztal, fehér abrosz, gyönyörű teríték, finom ételek, ott ülnek a férfiak az asztalnál, beszélgetnek jókedvűen, eszegetnek, otthon vannak, jól érzik magukat. Közben kimennek az asszonyok a konyhába, talán már mosogatnak, ők is kint beszélgetnek, egy másik szinten vannak, nem a fehér asztalnál, de otthon vannak, jól érzik magukat. És talán ott van a kis Petike, aki mondjuk még ilyen alig tipegő, topogó kisgyerek, játszik ott, vagy éppenséggel a bilin ül, kis kezével játszik, jól érzi magát, a maga szintjén ő is otthon van és boldog. Hát valami ilyesmi az imádság is. Mindegyikünk a maga szintjén, de otthon van. És boldog, mert Istennel van kapcsolatban. Azt mondtam, a lélek mindig Isten kapcsolatot hoz létre. A Szentlélek Jézust, amikor a pusztába vitte, akkor belevitte az atyával való legmélyebb kapcsolatba. Ez a hét is, és ez az egész nagybőjt arra akar téged is elvezetni, hogy kialakíts egy mély kapcsolatot Istennel. Szüntelen az ő jelenlétében légy. Ne arra törekedj, hogy mennyivel többi imát mondasz el ebben a nagybőjti szent időben, hanem arra törekedj, hogy a kapcsolatod mély legyen. Lehetne egy kihívás számodra, hogyha olyan településen élsz, ahol nyitva van a templom, akkor a mai nap folyamán, akár munkából hazamenet, térj be egy kis elcsendesedésre. Helyez magad Isten jelenlétébe, Menj be a magad belső pusztájába, ahol csak te vagy és Isten. És nem kell beszélgetni, nem kell imát mormolni, az a te imádságot, hogy ott vagy. Ott vagy az atyával, ott vagy a fiúval, és ott vagy a Szentlélekkel, a te teremtő és megváltó Isteneddel, aki meghív téged is arra, hogy egykor színről színre láthasd őt, s vele lehess az örök boldogságba. Az addig vezető út még lehet pusztaság, lehet keresztút, de mindenképpen egy bátorító, biztonságos út, mert ott van Isten veled, ott van a lélek, aki hív és fogja a kezed. Köszönöm szépen, hogy megnézed ezt a videót iratkozzál fel, ha még nem tetted meg erre a csatornára, és hogyha tetszett, akkor szólj másoknak is, hogy ők is nézzék meg ezt a sorozatot, és ők is kapcsolódjanak bele, hogy a sorozat által ráhangolódjanak az idei nagybőjtben hitünk legnagyobb ünnepére, a húsvétra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!